nagyon sok szeretettel köszöntök Önöket a Budavári Önkormányzat Virág Benedek Ház kulturális helyszínén. Második alkalommal kerül sor Romanita szervezésében a Beethoven Plus eseménysorozat részeként egy gyönyörű vasárnap délelőtti koncertre. Terveink szerint ezt a sorozatot még nagyon sokáig fogjuk folytatni, és bízunk abban, hogy a járványhelyzet lehetővé fogja azt tenni, hogy amennyire csak lehet személyes részvétellel meghívhassuk Önöket, illetve Önök itt lehessenek. Mai napon Ditta mellett Berecz Mihály fog játszani. Nagyon köszönjük mind a kettőjüknek, hogy megtisztelnek bennünket azzal, hogy föllépnek ezen a különleges helyszínen. Nagyon jó szórakozást kívánok Önöknek! És most megállnék egy pillanatra, mert azt szeretném egy kicsit bemutatni, hogy mit is mondott talán Beethoven ezzel a két dologgal. Például azt, hogy felkészültek? Ez egyfajta kérdés volt, és utána meg is válaszolja, hogy hát mi igen. Na de, most tovább megyünk. Hát de ugye nem olyan nap van, mint máskor. Mindjárt jön a karantén. De minket ez nem vett vissza. És akkor elkezd énekelni. Jön utána egy ária, olyan, mintha eddig nem is kezdődött volna el igazából a darab. Tudom, hogy van, aki nem szereti azt, hogy elmagyarázzuk a zenét, nem is lehet, meg nem kell beszélni a zenéről. De nekem mégis az jutott eszembe, hogyha fogóckodókat kap a hallgatóság, még akkor is, hogyha már nagyon szakavatott hallgató, szerintem jobban tudja követni. Most szonátákat játszunk, tehát a szonáta forma az egy nagyon jól követhető valami. Nem olyan, mint a fantázia, amiben maga a zeneszerző is el szokott tévedni, de itt ez egy klasszikus szonáta forma, amit most meg fognak ismerni. Kivéve, hogy ez a bevezető, ez nem egy igazi lassú tétel, ugye? Mondhatjuk azt. Hanem egy kicsit fantáziaszerű, és ami most következik, az már az igazi darab. Szóval, hogy arra szeretném felhívni a figyelmet egyrészt, hogy ha már hallottunk valamit, akkor emlékezzünk is rá. Tehát érdemes bekapcsolni az agyakat, nem csak úgy elmeregni, persze szép a környezet, de tartsanak velünk ezen az utazáson, mert itt köreinkben most vannak olyanok, akiknek ez a szakmája, hogy meséljenek, ugye? De most kivételesen mi fogunk mesélni a zenén keresztül. És én hiszek abban, hogy lehet úgy eljátszani, hogy az érthető legyen, és úgy is, hogy kevésbé. Majd fogunk kicsit mókásabb részleteket játszani, hogy de talán most meg is mutathatjuk, milyen lenne, ha rossz mesélők lennénk. Mondjuk kezdjük el Misi a 11. ütemtől. Se nagyon jól megy a rossz a Misinek, pedig direkt kértem, mert amúgy nem tudna így játszani. És most figyeld még meg a különbséget, hogy mitől lesz izgalmasabb, ha úgy tetszik. Megpróbáljuk megmutatni a zenei humort benne, vagy a kanyarokat, vagy a meglepetéseket, és ez általában idővel szokott történni. Thank you.
második verzió az, az jobb, talán, nem? Hogy kiszavaz az elsőre. Mert akkor nem jó helyen vannak, mert nem fogok így játszani, az biztos. Szóval arra gondoltam, hogy egy kicsit talán segítünk érzékenyíteni az önök fülét, hogy mik azok a dolgok, amik mi például foglalkozunk, mi zenészek, megtalálni ezeket a dolgokat, amiben elrejtett Beethoven is üzeneteket, és mitől Beethoven, ugye most ünnepeljük a 250. születés évfordulóját, én nagyon-nagyon élvezem azt a munkát ezzel a zenével, meg ezekkel a remek partnereimmel, akiket ide meghívok, hogy kiaknázzuk ezeket a lehetőségeket. Mert végülis ezt csináltuk a próbán is. Szóval felkészítem önöket az F-dur szonátára, aminek van ez a bevezető lassú része, és aztán még ugyanebben a tételben van egy gyors rész. Megmutatjuk, hogy ez hogy indul. Hogy látszik is, ez hosszú lesz. Tehát, hogy ez hosszabb utazás, tehát érdemes elemózsiát is vinni, mert ez nem olyan, mint a múltkori szonáta, hogyha valaki itt volt. A C-dur szonáta az ugyanezt a szonátaformát sűríti, de itt bátran el lehet aztán kalandozni a zeneszerzőnek is, de biztos, hogy nem lesz unalmas, erről mi gondoskodunk. Viszont érdemes megfigyelni, hogy ezt, amit most hallottak, meg fogjuk ismételni, ezt hívják úgy, hogy expozíció, és aztán a kidolgozás, mindig minden szonátában ez van, ez történik, unalmasnak tűnhet, de mivel Beethoven, ezért nem lesz az, és mindig lesz benne meglepetés, de ugyanúgy, mint a versekben a rímek, felfedezhetjük, hogy hú, tényleg ezt már hallottam, de mint hogyha egy kicsit más lenne. És van a tipikus visszatérés, ami azért izgalmas, mert azzal szoktak játszani a zeneszerzők, hogy visszatér, de nem abban a hangnemben, amiben elkezdte. És ezt is próbáljuk megfigyelni, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor olyan ismerős lesz, de kicsit másképp. Szóval ez az első tétel, és a második tétel az egy vidám rondó. Szerintem indulhatunk. Thank you.
Thank you.
Thank you.
A másik tétel, hogy rondó, ugye? De mindenki tudja, hogy az mit jelent? Persze, igen, ilyenkor a vizsgán azt mondja, hogy igen, tudjuk, de hát, ha van olyan esetleg fiatalkorú, aki nem tudja, mi az, hogy rondó, azért mondom, mert utólag is, mert lesz még egy, a második szonátában is. Tehát a rondó az azt jelenti, mint ahogy a versekben is, hogy visszatér ugyanaz, tehát a szonata formában alapvetően van az első rész, aztán a közepe, ahol bonyolódik az első, és aztán a visszatérés. Nagyon egyszerűen így lehet összefoglalni. Ehhez képest a rondó az olyan, mint ahogy a táncban is, hogy van ez volt a témánk. És hallható volt, hogy ez visszajön, visszaköszön, nem egyszer, nem kétszer, hanem inkább ötször, hatszor. És ez olyasmi, mint a variáció lényegében, hogy hányféle arcát tudja mutatni ugyanez a téma, meg hallhattuk ezt az izgalmas effektet, ugye? Kicsit olyan, mintha duda lenne. Aki itt volt a múltkor, az emlékezhet arra, hogy nagyon izgalmas, hogy 20 évvel később, amit a múltkor játszottam, az későbbi darab volt, későbbi darabok, és ott is hasonló effektet használt. Ezt úgy beszéltük a Misivel, hogy ilyen rusztikusabb, parasztosabb motivumok vannak benne, ami nem lesz idegen a következő szonátától se. De előtte, Misi, légy szíves, mesélj egy kicsit erről a hangszerről. Hogy mi ez itt? Mert talán nem mindenki ismeri, de a nézők közül biztos van, aki még nem látott ilyet. Ez egy zongora, meglepő módon. Ez a mai ismert Steinway-nek, modern zongorának egy elődje.
Ez a hangszer, ez Olaszországban alakult ki, 17. század végén, és talán nincs még egy ilyen hangszer, ami ennyi változáson ment keresztül, mint a zongora, mert valós hangszereken nagyon kis különbség van. Hát ez az én hangszer kb. 200 éves, tehát ez ugyanúgy nézett ki 200 éve, mint most, és hogyha most elképzelünk egy zongorát, az miben különbözik ez? Ugye fortepiánónak hittek régen is. Igen, igen, ez a fortepiánó, ez onnan jön, hogy előtte billentyűs hangszereken, orgonán, csembalon nem igazán lehetett dinamikákat játszani, az vagy hangos volt, halk. Ezen a hangszeren pedig, mivel a kalapácsok megütik a húrt, nem tengetik, mint a csembalon, ezért lehet játszani a dinamikát. Ez a hangszer, ez az eredeti, mert ez egy másolat, ez Bécsben épült, Konrad Graf bécsi hangszerkészítő mester építette. Schumannnak volt hasonló hangszere, Schubert is játszott, Beethoven is játszott ilyen hangszeren, ez a 1800-as, 1810-es éveknek volt talán a legnépszerűbb hangszere. Amennyiben látszik is, hogy rengeteg fát használ, mai zongorán is rengeteg fém van belül, ez sokkal puhább anyagokból van, kisebb mindene, alul csak két basszus húr van, és egyáltalán az egész hangere sokkal finomabb a hangszernek. Számomra a legnagyobb különbség a modern zongora és egy ilyen hangszer között az az, hogyha megütöm a hangot, akkor lehet hallani, hogy milyen gyorsan visszaesik. Az elején nagyon érthető, tiszta, és utána nagyon hirtelen lehalkul. Már most alig lehet hallani. Egy modern zongorán, a Steinway, mint az 1870-es években Amerikában fejlesztettek ki, és minden mai zongora az alapján épült, annak az a különlegesség, és az azért lett ilyen népszerű, mert ahogy megütjük a hangot, akkor nem egyből zuhanni kezd a hangerő, hanem még egy picit fölemelkedik, és nagyon sokáig zeng. És ez a legnagyobb különbség tulajdonképpen a két hangszer között. Sokan mondják, hogy ha Mozart Beethoven ma élne, akkor biztos oda lenne a Steinwayért, és én ezzel egyetértek, mert mindenki szereti a Steinwayt. Az a nagy különbség, hogy Mozart és Beethoven és társai teljesen más zenét írtak volna egy Steinwayre, pont emiatt elsősorban, hiszen ezen a hangszeren egy sokkal artikuláltabb módon kell játszani, sokkal érthetőbben és beszédszerűen, és itt azt hiszem erről is szerettél volna beszélni. Hát én ezt tapasztaltam, én nagyon szeretem eleve ezt a hangszert, ami a kettőnk játékában nagyon fontos, azaz a közös játékban, hogy míg egy Steinway az ugye sokkal nagyobb, mint ez, hangerőben is, én viszont annyit nem nőttem, mint a zongora, mert ez azt jelenteni, hogy mi, mint hogyha erősítéssel játszanánk, körülbelül akkor lenne fel. Viszont ezeket a darabokat Beethoven úgy komponálta meg zseniálisan, hogy nagyon egyenrangúak vagyunk általában. Persze szokták mondani, hogy ezek a korai szonátái, hát még ez zongora verseny kísérettel. Én ezt most azért megcáfolnám, de voltak olyan dolgok, amikor ilyeneket... Ezt azért nem szokták így a zenekarban hátul játszogatni, szóval szerintem igenis nagyon fontos hangszernek tartotta Beethoven a csellót, amiért örökre hálás leszek szemben Mozarttal, aki nem írt nekünk szonátákat sajnos. Szóval ami nagyon fontos, hogy hiába játszik teljes hangerővel a fortepiano, mégse tud annyira elnyomni egy csellót. A hegedű az kicsit olyan magasabb frekvencia miatt, az nehezebb elnyomni. De amikor olyan helyeken játszom, ismétlem az ő motívumait, akkor egy Steinway zongorával ez sajnos nem annyira kellemes érzés, mert mindig, mintha egy elefánt rálépett volna a kisegére, olyan érzés, és itt viszont meg olyan, mintha hát két őzike együtt táncol, vagy szóval minden esetre egyenrangú állatok lettünk. És ami a kifejezést illeti, én is azt szeretem, hogy sokkal beszédszerűbb, sokkal érthetőbb dolgokra inspirálja a zenészeket. A múltkor Fehérvári Zoli barátom játszott itt, aki először játszott fortepianon nyilvánosan, és láttam rajta, ezt itt titokban megmondom, itt közöttünk, hogy mennyire hatással van rá, és máshogy kezd játszani. És én is érzem azt, hogy attól függően milyen vonóval játszom, teljesen mást hoz ki belőlem. Gondolom, Misi, te is, amikor egy nagy zongora játszol, akkor az más. A lényeges különbség nekem az, hogy egy Steinwaynél, mint hogyha átiratot játszanék, ha Beethovent játszok, mindent vissza kell fogni. Ezen pedig érzem azt, hogy milyen modernek ezek a zenék abban az időben.
hiszen Beethovenről tudtuk, hogy rengeteg pedált használt, szakította a húrokat, kalapácsok repültek, amikor játszottak. És most nyilván nem ez a célom, de valahol benne van ezekben a zenékben, hogy ő szorította a határokat. Ez olyannyira igaz, hogy ezek a korai szonáták, 1797-esek, ez a zongora modell ugye későbbi, de hogy nem mindegy, hogy melyik darabot mind játszunk, mert bizonyos esetben nem volt rajta a hangszeren az a hang. Tehát, hogy nagyon is tudta a zeneszerző, hogy mire komponál, és én ezért most már sokkal szívesebben játszom így fortepianóval, mint egy ilyen nagy elefánta. A következő darab, a G-moll szonáta, habár hasonló sok szempontból felépítésével is, tehát hogyha követni szeretné valaki, megint egy lassú bevezetővel fogunk indítani, viszont sokkal drámaibb, nem az a kérdésfeltevés, hanem kijelentő módban fog elkezdődni. Megmutassuk ezt, hogy milyen. Eleve molba vagyunk, besötétedett az időjárás, és felhős az ég, és én magam is félek, hogyha ezt játszom, de a Misi biztos, mert megbeszéltük a próbát, hogy rá fogok ijeszteni, és ez számomra nagyon fontos, hogy kényelmesen ülünk itt a fűtött szobában, de mégis az érzelmek terén meg kell, hogy történjenek bizonyos dolgok. Én abban hiszek, és azt remélem, hogy ezt tudom közvetíteni, hogy ez a zene ez nem kevésbé izgalmas, mint egy film, amit nézünk a tévében, mert ott persze már annyira erősek és intenzívek a történések, hogy már nem tudnak mit kitalálni, hogy még nagyobb lenne, még gyorsabb, még ijesztőbb, viszont szeretném azt, hogyha sikerülne megtalálnunk ebben a zenében is ezeket a szélsőségeket, és itt aztán ebből lesz bőven, szóval nagyon sok feszültség van szerintem ebben az első részben főleg, amit aztán a gyors rész, mint ahogy az etúban is, felold. Az F-dur közben néha van benne egy kis Mozart, néha van benne még szinte Schubert is, azt is hallhatjuk, ha bár ő még nem ismerte, de hogy majd ilyet is tud írni. Akkor született. Hát igen, pont abban az évben, amikor ezt a szonátát írta. Szóval itt is mindenféle kalandok lesznek, a forma ugyanaz lesz, ez amit most elkezdtünk, ezt meg fogjuk ismételni, hogy újra rá tudjunk csodálkozni arra, ami történt. Viszont itt most extra kanyarok lesznek, mert jön a bizonyos kidolgozás, amikor ugyanazt halljuk, de egy kicsit másképp is belebonyolódik, és aztán, amikor már azt hiszük, hogy na jó, most már vége van, még mindig nincsen vége, mert még mindig azt tetszik nekem benne, hogy még talál benne a szerző olyat, amit érdemes kidolgozni. A másik tétel az a rondó lesz, ahogy említettem, és itt is én azt találtam ki, ami Misinek tetszett, hogy olyas, mint egy ilyen szólás, vagy közmondás, szólásmondás, annyira humoros, esetleg ezt is megmutathatjuk rosszul, jó? Elkezdjük rosszul? Másik tele lehet? Igen. Jó. Hogy milyen lenne, hogyha humoros, és lapos, és... Hát, ez sikerült, ugye? Hát igen, és most nem áruljuk el, milyen a jó, hanem majd el fogunk játszani. De ennél már csak jobb lehet. Ez direkt volt rossz, annak mondom, aki most kapcsolódott be. Ugye Misi nem is szokott szemcén. És rondóval zárul ez a szonáta is. Thank you.
téli harangszor nem volt belefarkulálva. Beethoven nem tudhatta a délben. És most jön a rondó, ezek után. Thank you.
beszéltünk a déli harangszón is, szóval inkább majd legközelebb is szeretettel várjuk Önöket, ha lehet, hogyha nem lehet élőben, azt Ágnes nem mondta az előbb, mert örülünk, hogy még együtt lehetünk, mert az élő zenénél nincsen jobb, szerintem együtt egyetértenek ebben, de az biztos, hogy meg lesznek tartva a koncertek, és ha máshogy nem, akkor felvételről is meg lehet nézni. Legközelebb december 13-án mi Nagy Péterrel itt leszünk. Remélem, hogy találkozunk Önökkel is. Köszönjük szépen! Köszönjük.